szabadításodat a népek között. Magasztaljanak a népek, ó Isten, magasztaljon minden nép. Örüljenek, újongjanak a nemzetek, mert pártatlanul ítéled a népeket, és vezeted a nemzeteket a földön. Magasztaljanak a népek, ó Isten, magasztaljon minden nép. Szeretett testvéreim, énekeljük el a 66. Zsoltár énekünket, a 66. Zsoltárunkat első versével fennálló énekként. Örvendj egész föld az Istennek, és énekelj szép zengéssel. Thank you.
megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy igaz örök Isten. Amen. Kegyelem néktek és békesség Istentől, az Atyától, és az ő szeretett fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg, szeretett testvéreim, Istenünknek írott igéjét, amelyet János apostol mennyei jelenésekből írott könyvének a harmadik fejezetéből, annak az első 6 verséből olvasok a következőképpen. A szárdiszi gyülekezet angyalának írd meg, ezt mondja az, akinél az Isten 7 lelke és a 7 csillag van. Tudok cselekedeteidről, hogy az a neved, hogy élsz, pedig halott vagy. Ébredj fel és erősítsd meg a többieket, akik halófélben vannak, mert nem találtam cselekedeteidet teljesnek az én Istenem előtt. Emlékezzél tehát vissza, hogyan kaptad és hallottad. Tartsd meg azt, és térj meg. Ha tehát nem ébredsz fel, eljövök, mint a tolvaj, és nem tudod, melyik órában jövök el hozzád. De vannak nálad néhányan Szárdiszban, akik nem szennyezték be a ruhájukat, és fehér ruhában fognak járni vele együtt, mert méltók rá. Aki győz, azt öltözteti fehér ruhába, annak a nevét nem törlöm ki az életkönyvéből, hanem vallást teszek nevéről az én Atyám előtt és angyalai előtt. Akinek van füle, hallja meg, amit a lélek mond a gyülekezeteknek. Eddig Istennek írott igéje, az ő szentelke nyissa meg szívünket üzenetének befogadására, tudva azt, hogy boldogok mindazok, akik Istennek igéjét olvassák, hallgatják és tanítását befogadják az életükbe. Hagyjuk meg fejünket és imádkozzunk. Urunk Istenünk, szerető mennyei Atyánk, szükségünk van rád, hogy Te taníts bennünket napról nap, hogy megtanuljuk, mi a jó és mi a rossz. Taníts bennünket minden napnak a maga terve, követelmény, szükséglete szerint, mert meg tudod adni nekünk éppen azt, és éppen akkor, amikor a leginkább igazán szükségünk van arra. Add meg nekünk, Urunk, a lelkiismeretünknek azt a tisztaságát, amely meg tudja érezni a Te sugallatodat. Add meg, Urunk, fülünknek azt a hallását, amely ebben a zajongó világban meg tudja hallani a Te halk és szelíd hangodat. Add meg nekünk, Urunk, hogy a mi szemünk, mely oly sok mindentől elkáprázódik, szemünk látása ne legyen homályos, hanem felismerje, meglássa a Te jeleidet. Te tudod, Urunk, mindezt megadni nekünk. Úgy, ahogyan mi azt el sem tudjuk képzelni, szent lelke csodáinkat. Így tudod élessé tenni a fülünket, tisztává tenni a szemünket, megtisztítani és megújítani a szívünket. Taníts bennünket, Urunk, ebben az órában is. Taníts alázattal, alázatra. Szeretettel, szeretetre. Jósággal, jósággal. Bátorsággal, bátorsággal. Így biztos és vezess bennünket azon az úton, amelyet Te rá vezette, és melyen ma is Te lehetett az életünket. Jézus érdemlék, hallgassuk bennünket, Istenünk. Amen. Készüljük az ige hirdetésére a 154. dicséretünkkel, 154. dicséretünket énekeljük, 154. fognak itt kezdődik, Úr Jézus, mely igen drága a Te ígédnek.
ébredj fel, és erősítsd meg a többieket, akik halottélben vannak, mert nem találtam cselekedeteidet teljesnek az én Istenem előtt. Emlékezzél tehát vissza, hogyan kaptad és hallottad. Tartsd meg azt, és térj meg. János apostolnak Jézus Krisztus legfiatalabb tanítványának megjelent Pátmosz szigetén a dicsőséges Krisztus. És nem akkor jelent meg, amikor János apostol még fiatal, 20 év körüli fiatalember volt, hanem akkor jelent meg, amikor már az apostolok közül csak János apostol élhet. Többiek meghaltak, vértanú halált haltak. János apostol pedig öregen, idős aggasztjánként az ő hitéért számüzetésben kellett, hogy éljen kicsi görög szigeten, Pátmosz szigetén. És az a dicsőséges Krisztus, aki meglátogatja számüzetésében szeretett tanítványát, leveleket iratott le vele, üzeneteket iratott le az első kisázsiai gyülekezetek vezetőinek, meg a gyülekezet tagjainak. És ahogyan az idő eltelt János apostol életén, ugyanúgy telt az a 40-50-60 év azoknak az első keresztény gyülekezeteknek az életében is. És Jézus Krisztus ezeket az első gyülekezeteket szólítja meg, és figyelmezteti, inti, bátorítja, emlékezteti őket. A levelek között a mai vasárnapon a szárviszi gyülekezethez írott levelet olvastam fel. Azt a levelet, amelyet már egyetlen mondatban össze lehetne foglalni, vagy össze szeretnék foglalni, akkor azt mondhatnám róla, hogy a ragyogó múlt és a szegényes jelen. Milyen különös, hogy mindez már ott volt, csaknem 2000 évvel ezelőtt is, az első keresztény gyülekezetek életében. Ott volt az, amikor az egykori élő hitű, növekvő, szép gyülekezet halott félre változott. Amikor mai világunkban a kereszténységre gondolunk meg, olyan sokat beszélnek róla, főleg nem keresztény emberek, legalábbis gyülekezetekhez nem tartozó emberek, akkor mindig előkerül számok, mert mindent számokban és statisztikában mutatunk ki, és kimutatták azt is, hogy tulajdonképpen lényegében nem változott a keresztény emberek száma az elmúlt évszázadban. A mérleg nagyjából ugyanannyi, mint az elején, de ami változott az, hogy ez alatt az egy évszázad alatt a világ bizonyos részein, például Dél-Amerikában csaknem 9-szeresére nőtt a kereszténységnek száma, ami pedig már szinte számunkra elképzelhetetlen, hogy Afrikában ott 50-szeresére nőtt a kereszténységnek száma. És különös
szeretjük emlegetni, azt a Dél-Koreát, ahol emberek milliói váltak a mögöttünk lévő 1-2-3 évtizedben református keresztényekké. És ha mérnek ugyanannyi, akkor az egyik oldalt valami nagyon megnövekedett, akkor valami a másik oldalon nagyon megcsökkent. És míg Afrikában, Dél-Amerikában óriási növekedett a keresztények száma, addig a fogyatkozás bizony itt, az egykor keresztény Európában történt meg. Azokban az egykori nagy keresztény országokban, Franciaországban, Németországban, Hollandiában, amelyekre nem is olyan rég még mi tekintettünk fel, és milyen szomorú dolog az, arról is van statisztika, de azt szinte én sem tudom. Hát annyira szégyenletes, hogy akár egy Franciaországban hány templomot adtak el az elmúlt 10 évben. Hány templom váltott tulajdonos. Nem azokról a templomokról beszélek, amelyek múzeumokká váltak, ahol már nincs gyülekezet, de megmaradt, mint építészettörténeti, művészettörténeti emlék, hanem azokról a templomokról, amelyeket megvettek, és muzulmán mecset tett belőle. Vagy amelyeket lehet látni televízióban, magazinokban, újságokban, hogy valaki megvásárolta ennek és ennek a kis falunak vagy kisvárosnak a templomát, azt az üres templomot, és lakást készített belőle magának. És mutogatják azt a szentségtelen dolgot, hogy azt a templomot, amelyet Isten dicsőségére építettek évszázadokkal ezelőtt, valaki hogyan lakja be, hitetlen emberként hogyan lakik, hálószobaként a szentélyében, és milyen szépen megcsinált. És némelyiket még ki is lehet bérelni. Bármely pillanatban, telefonon is le tudom foglalni, hogy amikor utazok, nyaralok, akkor én ott aludjak egy templomban. Mindaz, amiről János apostolnak a dicsőséges Krisztus megnyitja a tekintetét, és leíratja ezt a levelet, az már 2000 évvel ezelőtt is megtörtént. És az evangélium az, hogy van tovább, van ébredés, van felébredés, és van új élet. Még ezután is. De csak ott, ahol ráébrednek arra, hogy élnünk kell. Hogy mi vagyunk azok, akik Isten földi népe lehetünk. És lehet, hogy kevesen vagyunk, de akkor is mi vagyunk. Péter apostol szintén csaknem 2000 évvel ezelőtt írta az ő egyik levelében, hogy ti magatok, mint élő kövek épüljetek fel lelki házzá, szent papságá. Ti magatok is. Ne azt várjátok, hogy valaki majd felépíti, újjáépíti az egykori dicsőséges egyházunkat, amikor majd roskadozni fognak a karzatok és az emberek sokaságától. Ezt mi rajtunk kívül senki nem fogja megtenni. Ti magatok is épüljetek fel, mint élő kövek lelki házzá és szent papságra.
így számít rá, hogy te legyél egy élő kő az Isten földi egyházának. Ez a feladatod és ez a küldetése. Nem csak a pap, vagy nem csak a gondok, vagy nem csak a presbiterek építik majd fel az egyházat, te pedig vendégként megjelensz néha benne. Ti magatok. Istennek nem lehet olyan egyháza, amelyik nem él. Csupán a valaha élt, egykor élt élő hitű tagjaira emlékeznek. Neked kell felébredni. Ébredj fel, és erősítsd meg a többieket, akik haló félben vannak. Felébredni azt jelenti a Szentírásnak mindig, hogy hitre ébredni. És hogy mit jelent felébredni? Isten szerint azt jelenti, hogy ráébredek arra, hogyha így megyek tovább, így élek tovább, akkor valóban meghalok. Valami meghal benne, aminek élni kellene. Velünk nem történik meg az, hogy olyan hidegben élnénk, ahol mennénk a hideg éjszakában, akár többen is, raknánk egy kis tüzet, valaki őrizné, és aztán a többiek aludnának, és hirtelen valaki éjszaka felébredne, és azt látná, hogy elaludt az is, aki a tüzet őrizte, és mindenki alszik, és ő is azt érzi, hogy már majdnem megfagyott, de valami miatt abban a pillanatban felébred, és élhet tovább. Újra tüzet gyújthat. És nem teheti meg, hogy ne ébreszte fel a többiek. Hogy hagyja őket megfagyni és meghalni. Felébredni mindig azt jelenti, hogy valami megrázó élményen megyek keresztül. Sokszor voltam már álmos, amikor vezettem, és mindig megvolt rá a megfelelő taktika, hogy hogyan tudom magamat ébren tartani, hogyan mozgatom a fejemet, körzök a fejemmel, nyitogatom a szememet, és próbálok úgy tovább menni, hogy legyőzzem az álmosságot. És amikor most nyáron átéltem azt, hogy bárhogy is próbálkoztam egy forró délutánon, egyszerűen leragadt a szemem. És amikor megéreztem a remegést a kormányban, hogy már az autó lement az útpatkára, és akkor ébredtem meg, akkor éreztem azt, hogy egyetlen pillanat, és azok is, akik ott aludtak velem a kocsiban, a feleségem meg a két kicsi, azok is akár elaludhattunk volna örökre. Megjegyezni azt, ami egy rettenetes érzés összeszorul az embernek a gyomra, hogy ez soha többé ne tegye. Hogy ne érdekeljen az, hogy meg kell, hogy álljak és fel fog ébredni az, aki mellettem ül, meg aki hátam mögött ül, meg ki kell szállnom az autóból, meg járkálnom kell, vagy akár 10 percet aludnom kell. De tudom azt, hogy ezt többet nem engedhetem meg magamnak, mert felébredtem. És tudom, hogy hová vezet, ha elalszom. Hát ezt jelenti, vagy valami ehhez hasonlót jelent, amikor valakinek a hite elalszik, és már halófélben van, de aztán
Isten keresztül viszi, felébresztés, megérteti vele, hogy neked ébren kell maradni. És fel kell ébresztened azokat is, akik hozzád hasonlóan elálmosodtak, elfáradtak és elalszanak. Mert az Isten ezt vissza rá. És ez a levél bármilyen különösen is hangzik. Ez egyszerre szól mi rólunk, akik itt vagyunk most ezen az Isten tiszteleten, és egyszerre szólt 2000 évvel ezelőtt a Szárdízban élő keresztényekhez is. És ami a legkülönösebb, olvastam Ravasz László püspök úrnak, aki egyházunk egyik legnagyobb püspöke volt a történelem során, sőt az 1920-as évektől a 40-es évek második feléig volt református püspöke az egyházunknak, és ő írta le ennek a levélnek a magyarázatába, hogy Szárdisz, le is írtam, Szárdisz a mai egyházi kereszténység arcképe. Ezt írta le ő mondjuk 70 évvel, 80 évvel, 90 évvel ezelőtt. És mégis itt vagyunk. Mégsem ér véget Isten népe. És azért nem, mert Isten mindig felébreszt valakit. És azok a felébredt életek veszik a fáradtságot, hogy felébresszék a többi alvót. Mindig voltak az egyház életében ébresztő emberek. Olyanok, akik ráébredtek az Isten szeretetére, gondviselésére. Valami olyat láttak meg az Istenből, amit a többi ember nem látott. És hát természetes, hogy azok az emberek, akik ezt meglátták, azokkal az emberekkel értették meg jól egymást, akik szintén hozzájuk hasonlóan ráébredtek az Isten szeretetére. És így születtek meg a nagy, elvilágosodott középkori egyházban a szerzetes rende, azoknak a közössége, akik felébredtek. És milyen jó volt, amikor ezek a szerzetesek, akik előbb bezárkóztak egy vastag falu kolostornak a falai közé, újra és újra kimentek, és ébresztették azokat az embereket, akik halott félben voltak, akiket emlékeztetni kellett arra, hogy hogyan is kaptad, és hogyan is hallottad a te hitedet. És milyen jó volt, hogy a mi egyházunkban is voltak ilyen ébredések, hogy a legnagyobb mélységekben, a legnagyobb istentelenségekben mindig voltak, mindig lettek olyan életek, akik ébresztették a többiek, hogy meddig és hogyan, az csak a Jóisten tudja. 20 évvel ezelőtt, amikor Franciaországban vendégek voltunk, már egy olyan gyülekezetnek a vendégei lehettünk, és ott énekelhettünk ketten Valériával egy éneket, amit az ő énekeskönyvben, a francia reformátusok énekeskönyvében is benne volt, és mi magyarul énekeltük, és ott csodálkoztak, hogy ugyanazt az éneket énekeljük, rettenetes furcsa nyelven. Egy olyan gyülekezet volt, akik előtte már megszűntek, és aztán néhány ébresztő ember összegyűlt, először csak a maguk házában, mint a Bibliában, és aztán mentek egymás otthonába, és aztán már kicsi volt az az otthon, kicsi volt az a
szoba, és aztán béreltek, és aztán kértek, vettek maguknak templomot, ahová egyre több felébresztett élettel együtt újra összegyűlhettek. És mi már a 2000-es évek elején már azt a gyülekezetet láttuk, amelyik újjáhélet, a porai. Nincs olyan, hogy megvan a gyülekezet. Mert Isten mindig ad ébresztőt. És ami az evangélium, közülük, akik itt vagyunk, bánt meg ilyen ébresztőt. Sőt, ez a szent kötelesség, hogy akit csak tudsz, felébresz el. Emlékezzél tehát vissza, hogyan kaptad és hallottad. Tartsd meg azt, és térj meg. Ez a feladat. Nemrég hallottuk a gadarai megszállott történetét. Ott vannak benne a gonosz gadarai, akiknek elpusztultak a disznóik, és azt mondják Jézusnak, hogy szállj vissza a csónakodba, és hagyjál minden békén, menj ki az életünkből. És ott van a történet egyik főszereplője, a megszállott, akiből Jézus kiűzte a gonosz lelkeket, és az a megszállott, akiből kiűzte a gonosz lelkeket, és megtisztult az élete, érzi azt, hogy tovább tartozik. Érzi azt, hogy semmi keresnivaló nincs ezek között, az istentelen gonosz emberek között, és én is Jézussal akarok menni a többi tanítványával együtt, és kérte Jézus, hogy Uram, hadd menjek vele. És Jézus azt mondja, hogy nem jöhetsz, hanem menj vissza a tieidhez, és ébredd fel őket. Mondd el nekik, hogy milyen nagy csodát tett veled az Isten. És ezt jelenti ébreszteni. Nem csak azt, hogy felöltünk a lányokat, és Isten tiszteleteket tartunk. Ez is. De az is, amikor elmondod, hogy milyen nagy jót tett veled az Isten. És emlékezz vissza, hogy honnan kaptad ide. És térj meg. Fordítsd vissza az életed. Ezt jelenti Isten gyermekeként élni. És hogy mi lesz a utalunk? Hát, milyen furcsa, nem fekete, hanem fehér ruha. És ami a különös csavar a Szárdisz gyülekezet életében, gyorsan elmondom, Szárdisz városa egy olyan kisázsiai város volt, amelyik valahol a Krisztus születése környékén egy földrengés miatt elpusztult. És újjáépítették. Miért építenek az emberek egy birodalom, a római birodalom újjáit, elpusztult várost, ott, ahol már előzőre elpusztította a földrengés? Azért, mert szükség volt rá. Egy olyan fontos kereskedelmi központ volt, ami a gazdagságot jelentette. És Szárdisz városában ebben a gazdag logisztikai helyen, egy központban, fehér gyapjúval kereskedtek. Mit lehet a fehér gyapjúból készíteni? Ez van ott fenn a történelemből. Hát fehér ruhát. És Jézus ennek a fehér ruhát készítő, a fehér gyapjúból meggazdagodó és minden bizonnyal szép fehér ruhában járó, de haldokló hitű gyülekezetnek azt mondja, hogy hiába van neked gazdag, drága, fehér ruhád, ez nem lesz jó. Ebben nem fogsz tudni bemenni az Isten országára. Mert azt a fehér ruhát, amiben majd ott lehetsz, azt a fehér ruhát kapni fogod. Aki
hogy ott leszünk majd, és hiszem azt, hogy engem, aki mindig fekete ruhában járok, majd mindjárt felismerhetek. De csak akkor, ha azt a szent szolgálatot, amire az Isten lelke ma is hív bennünket, azt hűségesen, egész életünk során véghez visszük. Ébresz, hogy mások is felébredjenek. Amen. Mindenható Isten, mennyei Atyánk, Te látsz bennünket, akik már olyan sokkal többet kell, hogy lássunk ebből a világból, amiben élünk. Látjuk Istenünk a pillanatokat, amelyek a Föld túlsó oldalán történnek. Látjuk és tudjuk, hogy hol miként élnek gazdagon, szegényen, boldogon vagy boldogtalanságban, hitben vagy hitetlenségben, ugyanezen a Földön élő emberek. Add Urunk, hogy lássuk és érezzük meg a legfontosabbat, hogy mi hozzád tartozunk, és a Te gyermekeid vagyunk, és neked szükséged van ránk, mert neked így tetszett. Neked azt tetszett, Urunk, hogy az ige hirdetés bolondsága által ébreszt hitre az emberek. A rólad való bizonyságtételekkel, a rólad való beszéddel találd el és találd meg az emberi szíveket és lelkeket. És tegyél bennünket erre alkalmassá, hogy legyen hozzá bátorságunk, bölcsességünk, legyen hozzá bizalmunk és reménységünk, mert Te élsz, és mi is élünk, és élni szeretnénk abban a mennyei országban is, amelyet Te elkészítesz a felébredt embereknek. Mindenható Urunk, tekints le rá a mi gyülekezetünkre. Add, hogy tudjunk emlékezni a hitben előttünk járókra, akik bennünket is tanítottak a szavaikkal, a hívő életükkel, de add, hogy tovább tudjunk menni azon az úton, amire ők is rámutattak, hogy mások számára is utat mutassunk. Te így építesz bennünket élő kövekből lelki házzá, és nekünk szükségünk van a Te segítségedre. Ezt kérjük, Istenünk. Kérjük a lelket, amely meg tud erősíteni. Kérjük a lelket, amely meg tud vigasztalni, ahogyan ezen a vasárnapon is kérjük arra a családra, akiktől hazakértél, hazaszólítottál egy életet, egy hosszú földi élet után. Kérünk Téged, hogy vigasztald meg őket szent igéddel, hogy az édesapa, nagyapa, dédapa, testvér, rokon, barát és Krisztusban testvér emléke ott éljen a szívükben és a lelkükben, hogy tovább éltessen. Mindenható Úrunk, rád bízzuk a betegjeinket, a gyengéket, akik testi, lelki bajokat hordoznak, és mi tudjuk és hiszük, hogy neked van hatalmad minden betegség felett, és gyógyítsd meg őket. Mindenható Úrunk, vigyázz a mi gyülekezetünket, erősítsd és növeld a mi hitünket, mert mi a Te gyermekeid, a Te nyájad, a Te néped, a Te katonáid vagyunk. Maradj velünk, és add áldásodat tovább is a vasárnapunkra, és kísérd az életünket, a munkáinkat, a Te
ország, és a hatalom, és a dicsőség, mindörökké. Amen. Mindezek után vegyétek az áldást, növekedjetek a kegyelemben, és a mi Urunk megtartó Jézus Krisztusunk ismeretében. Neki legyen